Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a bak jegyében születetteknél, különösen ami a párkapcsolatot illeti? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, akkor személyes, passzol a te helyzetedre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt látható a bak jegyének a szimbóluma. A bak jegye az a föld eleme, jelenti a reális dolgokat, itt megvan a lehetőség, hogy az elképzeléseket megvalósítsuk, de kell a türelem, kell a kitartás. A bak jegye felett Szaturnusz bolygó uralkodik, és Szaturnusz bolygó jelenti a manifestációt. Néha megleckésztet bennünket, ez igaz, hogy vannak néha korlátozások, de segít abban, hogy valami kialakuljon. Mars bolygó nagyon jó hatással van most a bak jegyébe, március hónapban, az jelenti az életerőt, hogy be tudod bizonyítani magadat. Vénusz bolygó szintén jó hatással van, Mars, Vénusz, ez a szerelem bolygója a férfias és a nőies energiát jelenti, mindkettő jó hatással van a bak jegyére márciusban. Azon kívül a kommunikáció, Merkur bolygó segít ebben, ez lehet egy jó beszélgetés, egy jó hír, előnyös szerződések. Az egyetlen hátrány, ami a bak jegyét illeti, és ez eltart április végéig, hogy igazságtalanságok történnek. Vagy ha van egy bírósági ügy, akkor nehéz most megkapnod az igazságot, de májustól javulni fog a helyzet, több lesz a szerencse. Itt látható ez a hölgy, jelenti a bak hölgyeket, a férfi lehet a lelki társad, vagy utalhat a bak férfiakra is. Mi fűz össze benneteket, ezt mutatja itt ez a virág. A kártyát, a férjem készítette ezt a kártyacsomagot, ahol a virágok vannak, de én adtam a jelentését, és így együtt dolgoztunk ezen, és jelenti az életerőt, ahogy be tudod most bizonyítani magadat hasonlóan Mars bolygóhoz. És mit mutatnak a kártyák? A könyv jelentheti a tudást és a tanulást. Ha iskolázásról van szó, akkor itt az iskolában megjelenik a ravasz róka, ez lehet egy rossz hely, egy rossz képzés, vagy egy hamis személy ebben a környezetben. Ez a könyv jelentheti a titkokat, vagy a zárkózottságot is, és itt megjelenik ez a hamisság. Lehet, hogy nem nálad, nem a te környezetedben, hiszen itt van a lelki társad, és az azt jelenti, hogy az ő környezetében vannak hamis személyek, vagy van valaki, aki eltitkol előle valamit. Tehát neki óvatosnak kellene lennie, odafigyelni bizonyos dolgokra. És most megnézzük azt, hogy mi van vele. Itt látható a szív. Az azt jelenti, hogy ő szeret téged. De megvan a saját akarata, mint a cicáknál,
Lehet, hogy ő zárkózott, és ezáltal hamis döntéseket hoz, vagy te úgy gondolod, hogy olyan furcsa a tartása, hiszen nem beszél nyíltan a terveiről, nem beszél nyíltan az érzelmeiről, olyan zárkózott, vannak pillanatok, amikor úgy érzed, talán eltitkol előled valamit, vannak titkai. Nem erről van szó, ő nem akar semmit eltitkolni, hanem úgy megvan a saját akarata, ezt kimutatja, minden úgy van, ahogy ő akarja, és itt ez a torony, ez a nagy épület, ez lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is, lehet, hogy itt nem mennek előre a dolgok, ez zavarja őt, vagy azt is jelentheti ez a nagy ház, olyan, mint egy torony, olyan, mint egy labirintus, hogy fogva érzi magát, és érvényesíteni akarja a saját akaratát, mint ahogy a cicák viselkednek tulajdonképpen, és nem mondja ki azt, hogy mennyire becsül téged, mennyire nagynak, okosnak tart téged, mennyire szeret téged, eltitkolja az érzelmeit. Ez úgy félreértésekhez vezethet, de légy okos, tekints a mélybe, és tudd azt, hogy ez a férfi nagyon szeret téged. Tehát márciusban megvan az életerőd, be tudod bizonyítani magadat, az ő környezetében van hamisság, valaki eltitkol előle valamit, ez lehet egy bírósági ügy is, ami kettőtöket illet, ő szeret téged, de megvan a saját akarata, itt a fellépése, vannak elvárásai, hogy te megbecsült őt, kicsit zárkózott, ez ugyan félreértésekhez vezethet, de a kártyák azt mutatják, bízd meg benne, hiszen szeret téged. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalamon, ebből kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a mai Maja naptárból. És én kívánok egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!